Marosvölgyi Gergely, versmondó, költő, író és informatikus. Itt is ül velem szemben a stúdióban. Szervusz, Isten hozott. Szervusz, köszönöm a meghívást és köszöntöm a kedves nézőket. A honlapodon, mert hogy van egy saját honlapod, ez van kiírva, a rólam szóló cikk alatt, hogy nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy látszik, hogy szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ gyémánt tengelye. Ez ugye József Attilától származik ez az idézet, akiről én úgy tudom, hogy neked nagy kedvenced. Így van, így van. És mit mondjak erről? Hát inkább csak az, hogy miért ennyire égbe kiáltalom fontos, hogy vers írassék. Uh-huh. Aki mondott már verset, az talán átélte azt, milyen az, mikor megszületik abban a pillanatban, ugye újra teremtve a vers, és az emberek szemében tükröződik valami. Valami megmagyarázhatatlan, valami, amire szomjaznak, valami, amire ők sem tudják, hogy szükségük van. És ez nem jöhetne létre úgy, ha azt a verset nem írta volna meg valaki. Na most én vagyok olyan szerencsés, hogy a vers mindkét oldalán állhattam, tehát hogy alkottam is, és mondhattam is, de inkább a versmondás révén értettem meg, hogy miért nagyon fontos, hogy a verset ne csak írjuk, hanem mondjuk is. Mert ez egy rezgés, és ezekkel a rezgésekkel tudunk segíteni másoknak. Én legalábbis már átéltem hasonlót, hogy tudom, hogy akár volt egy ismerősöm, akinek az anyukája nagyon-nagyon beteg volt, és kérte, hogy mondjam el neki azt a verset, egy saját versemet, az a címe, hogy őrizd meg a pillanatot. Ami arról szól, hogy az életben rengeteg pillanat van, amit meg kellene őriznünk, de elsiklunk felette. És az az öreg asszony a tekintetét nem tudnám leírni, de olyan megbékélést láttam rajta, olyan hálát. Ez volt szombaton, 2 éve történt, és kedden magához szólította a Jóisten. És a lánya megköszönte, hogy az édesanyjának ilyen örömöt okoztam. Hát ha ez nem, akkor mi az, ami tökéletes bizonyítéka annak, hogy vers kell, hogy írassék? Hát meg az is, hogy erre te rászülettél, te erre születtél, nem? Nem tudom. Úgy gondolom, hogy mindannyian kapunk valami talentumot az égből, és ez a mi felelősségünk, hogy megtaláljuk ezt magunkban, és ezzel kezdjünk is valamit. Én úgy vettem észre, hogy mintha ehhez lenne valami konyításom, nem tudom, megkaptam pozitív visszajelzéseket, és akkor úgy gondoltam, hogy kell ezzel valamit kezdeni. Mi már József Attilával kezdtük, miért ennyire meghatározó az ő személyiség? Tehát ki azok, akiket mondjuk a kedvenceit közé sorolnám? Kezdjük az egyszerűbbel. nagyon szeretem Karinthy Frigyest, főleg a humora miatt, de én nem állok meg a humoránál, hanem én nagyon szerettem az ő filozófiáját is, kicsit ilyen futurisztikus írásai is vannak, tehát hogy nem véletlenül mondták róla, hogy ez a marha volt köztünk az egyetlen zseni. És itt nem csak arra gondolok, hogy az Így írtok ti, vagy a Tanár úr kérem, vagy Utazás a koponyám körül, hanem azok az a kis rejtett írások, amire más nem talál rá, és egy-egy ilyen verseny alkalmával, mikor viszek egy ilyen humoros írást, akkor, vagy akár filozófikus írást, akkor így az emberek így fölkápják a fejüket, hogy hú, ezt nem is ismertem. Na, itt jön be a szerepe a vers és prózamondásnak. Ezentúl szerettem még Váci Mihályt, meg mondjuk Fekete Istvánt, de például a kedvenc versem az egy Szabó Lőrinc vers. A Triest előtt, úgy mondom, a kedves nézőknek utána lehet nézni. És hát József Attila, hát ezt nem tudnám nagyon kifejteni, de aki ilyeneket ír, hogy könycsepp, egy hangya ivott belőle, eltűnődve nézi benne arcát, és mostan nem tud dolgozni tőle. Vagy ilyet, hogy mert annyi mosoly, ölelés fennakad a világ ágbogán. Hát ilyen gondolatok valami gyönyörű.
Tehát József Attilában sokan csak a szenvedést látják, de sokkal több. Írja, hogy reménységnek és tulipánnak. Ugye, ő azért jött, nehéz élete volt, ez tény, de az ő fájdalmaiból szerintem rengeteget tudunk tanulni. És én nagyon sokat lelkileg fejlődtem, mikor az ő verseit olvastam, vagy olvasom. Van ez a humoros hát mondás, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. Itt most talán a te esetben megkérdezhetjük, hogy melyik volt előbb a versmondás vagy a versírás? A versmondás alsó tagozatban már szerepeltem. És be is zsebeltél egy? Ne, akkor ugyan már sehol nem voltam, mondjuk úgy. Tehát ilyen iskolai szereplések, hogy március 15, október 23, vagy ilyen karácsony előtti csillagváró ünnepség. Én voltam boldizsár, be voltam kenve sötétre, és tehát, hogy ilyenekbe szerepeltem. Aztán a versírás, az, hát 10 évesen írtam az első versemet, a Szomszédról, egy ilyen kis humoros versike lett. Aztán próbálkoztam még, de rájöttem, hogy tehát egy 10 éves gyereknek, hát nem tudom, mit mondjak, mi újat, meg nem volt szókincsem, nem volt meg a saját önképem se. Nem, tehát ugyan már egy 10-11 éves gyereknél. Sokat lehet tanulni 10-11 éves gyerekektől is, én is találkoztam ilyekkel, de én nem voltam olyan, aki még meg tudtam volna ezt fogalmazni, hogy félretettem az írást egészen 2010-ig. 2010? Hát akkor itt vagy, és én úgy tudom, hogy akkor ez egy mérföldkő. Ez egy mérföldkő, igen, mert akkor a középiskolámban kiírtak egy a költészet napja alkalmából egy ilyen vers és novella pályázatot, és arra beadtam egy verset, amit már nem hoznék föl, azért annyira nem gondolom jónak, akkor egy külön díjat kaptam érte, de... Ezért egy külön díjat kaptál érte? Jó, de... Mégsem tartod a legjobbjait között. Nem. Inkább azért fontos nekem, mert onnantól datálom azt, hogy én rendszeresen írok. Tehát 2010-ed, most már 11 éve. És hány verset írtál eddig? Húha. És novellát? És novellát kevesebbet, azt jóval később, ilyen 2015-6 tájéken kezdtem el írni. Nagyjából összesen ilyen 130 versem lehet, és olyan 20 novella körülbelül, nem számoltam. Ez ugye mind fenn megtalálható a honlapon is? Nem mind. Azért erőszűrtem, tehát hogy, és még most is találtam ott a weblapomon, hogy na ezt miért tettem föl. De köteted jelent meg egyébként? Nem még. Még nem. Évek óta bíztatnak, és valahogy nem jön össze, pedig nagyon szeretném. Hogy kiadó miatt nem jön össze, vagy inkább benned még azt érzed, hogy még nincs, nem állsz rá kész? Próbáltam magamnak föltenni a kérdést, hogy miért nem, és arra jutottam, hogy talán a megváltoztathatatlansága miatt, hogy kiadsz egy könyvet, mondjuk egy év múlva azt mondom, hogy azt nem kellett volna beletenni. Vagy azt a sort, azt én már átírnám. Egy weboldalnál nagyon könnyű ezt módosítani, de mégis azért vagyok be őszintén egy költő attól költő, hogy van verses kötete. De hát, hogy én nagyon szeretném ezt, de valahogy mindig közbe jön valami, vagy nem úgy alakul a dolog, de szeretnék mindenképp, legalább egyet. Legalább egyet. Hát mi szeretnénk minél többet? Jaj. Itt, ahogy így végigolvastam ezt a kis rövid önéletrajzodat, azt tettem észre, hogy te, mintha két évente bezsebelnél valamilyen nevesebb díjat. Tehát itt 2014-ben Irodalmi Rádió, az év diák költője díja, 2016 Radnóti díj, 2018-ban Latinovics díjat nyertél. Ezekre hogy tekintesz ezekre a díjakra? Egészséges önbizalommal. De ez egy hosszú út volt. Tehát amikor én elindultam a vers és prózamondás útján, 2012-től kezdtem el országos versenyekre járni, akkor még nagyon így az egóm hajtott, hogy hú, minél több díjat, és mi az, hogy csak külön díjas, mi az, hogy csak második. És aztán ezt elkezdtem elengedni, és a Radnóti díj azért érdekes, mert én el sem akartam menni arra a versenyre, mert mondom, minek? Hát egy 24 éves suhancnak csak nem fogják odaadni, meg hát esett is az eső, és olyan semmi kedvem, inkább olyan ágyba bújós idő volt. Na mindegy, elmentem.
és hát az esélytelenek nyugalmával álltam ki. Nagyon jól sikerült egyébként mind a Radnóti vers, mind a Karinti novella, amit vittem. És hát én nem kaptam emléklapot, mert mindenkinek kiosztották. Hát hősünk arra nem gondolt, hogy a Radnóti díjjal együtt adják oda az emléklapot. Meg bevallom, nagyon meglepett, viszont óriási teher volt. Mert úgy éreztem, hogy onnantól egy színvonalat mindig hoznom kell, és ez két rákövetkező versenynél rá is nyomta a produkciómra a bélyeget, és akkor Tóth Zsókát, aki a József Attila verseny rendezője és szervezője, és nagyon sokszor zsűrizik, őt kértem meg, hogy mondjon már valamit, hogy tegyen már helyre engem agyilag, és akkor Nagy Lászlótól idézett, hogy arcomról minden csillagot lesöprök, hadd legyek az ember fia. És akkor kifejtette, hogy tegyek úgy, mintha ez a díj nem lenne. Ugyanolyan alázattal készüljek, mint előtte bármikor, és akkor nem lesz gond. De ha megyek olyan helyre szerepelni, ahol ez számíthat, akkor a nevem mögé igenis írassam oda, hogy Radnóti díjas versmondó, mert megdolgoztam érte, és akárkinek ezt nem adják azért oda. És ez volt az, ami segített. Onnantól elengedtem a díjakat, és arra koncentráltam, hogy úgy szerepeljek, olyan versekkel, prózákkal készüljek, amiben jól érzem magam. És így született meg aztán a Latinovics díj is. Téged akkor 2002-ben mondjuk? Hát mondjuk, talán még korábban. Mi fogott meg téged annyira a versekben, ami miatt te most már így ezt mondjam, hogy 11 éve verset írsz? Több, mint 11 éve? Mondjuk azt, hogy hát a legelső legyen verset... 14. A legelső verset 2002, de... Mert itt már majdnem 20-at mondtam, tehát azért kérdezem, hogy... Igen, ma holnap. Öregszem. Igen. Nem, hát... röviden, tömören a rövidségük. Tehát a vers... Azért vannak hosszabb versek. Jó, vannak, persze. De valójában őszintén egy vers, akár jó, akár rossz, hamar túl vagy rajta, nem? Tehát, hogy elolvastam, hát megfogott, nem annyira. Ez tetszik, ezt elolvasom még egyszer, aztán még egyszer. Jé, már tudom az első verszakot, miért ne tanuljam tovább? Tehát, hogy van benne nekem legalábbis valami, amitől ilyen nagyon vonzóvá vált, és a másik dolog az, hogy én utáltam olvasni. Tehát az iskolában nagyon megutáltatták velem, és egészen 20 éves koromig én csak kötelezőket olvastam, és akkor jöttem rá egyetemen, hogy jé, én kézbe vetek olyan könyvet, ami engem érdekel. És az milyen jó már olvasni. És így kezdett aztán a szókincsem is kicsit bővülni, amit aztán a verseimben is tudtam használni. Petőfi Sándor, tudom, hogy mondtad, hogy hát nem, te nem tudod, hogy mi a 21. század, nehéz is azt gondolom megfogalmazni, hogy mi a 21. század költőinek a feladata, de ugye hát a 19. század költői című versben ugye azt olvashatjuk, hogy ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmad és örömöd, nincs rá szüksége a világnak, és azért a szent fát félretett. Ugye, itt én nekem inkább nem is az a kérdésem, hogy szerinted, hogy mi a 21. századi költőnek a feladata, hanem szerinted neked mi a feladatod a versekkel? Igazából Petőfivel olyan szinten egyetértek, hogy a vers nem lehet öncélú. Tehát az, hogy csak azért, hogy én kiírom magamból, terápiás jelleggel működhet. Én tavaly részt is vettem egy ilyen irodalomterápián, ahol kiírtam magamból dolgokat, de az nem az emberek elé tárni való dolog. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy bárki bármit alkot, és ez a 21. századra aztán abszolút igaz, az legyen lélekemelő. Nagyon sokszor én megbotránkoztatóval és obszcén írásokkal találkozom, nem értem miért. Tehát nem így kell újat mondani. Mondjunk újat úgy, hogy a régi abszolút értékekre támaszkodunk. A szépség és a lélek emelés soha nem fog kimenni úgymond a divatból. Én ezt tudnám mondani. De hogy nekem mi lenne így a feladatom, valami hasonló arszpoetikát mondanék. Hogy írtam is arszpoetika című verset, de hogy talán az emberek lelkét kéne megérinteni.
mert annyi minden van az anyagi világban, ami eltorzít minket. Amiket tudnánk jól is használni, de valljuk őszintén nem ez a mérvadó. Tehát, hogy mindenfelől ömlik ránk ez a ezt vedd meg, az lesz jó, szépségápolás, mi egymás, és nem merjük elfogadni önmagunkat, nem merünk önmagunk lenni igazán, és talán a mindenkori művésznek az a feladata, hogy embert faragjon ezekből az ember kezdeményekből, akik ide leszületnek erre a földre. Szerintem ez minden korban helytálló üzenet. Beszéltünk ugye, mi a feladata, mi a te feladatod. Ugye költő vagy, versmondó vagy, és informatikus is vagy. Igen, igen. Ezek közül melyikre tekintesz a leginkább hivatásként? Mert hogy mindegyikkel maradandót tudsz alkotni tulajdonképpen. Hát a versmondásra mondjuk talán inkább akkor, amikor fel is veszik. Igen, ugye itt annyit tennék hozzá, hogy azért informatikában nem biztos, hogy tudok maradandót alkotni. Nem mondom miért. Írok én egy programkódot. Működik valahogy az a dolog, amit megírtam. Az ügyfél azt mondja, hogy jó, de szeretném, hogyha kibővítenék. Jó, akkor át kell írnom a sajátomat. Tegyük fel, ott hagyom a céget, jön egy másik informatikus, átírja. Azt mondja az ügyfél, már nincs erre szükség, akkor kikukázzák. Tehát volt, nincs. Tehát egy az egybe az én munkám, az elvész. Na most a versek, azok valahogy nem vesznek el, ugye az évszázadok során. Valahogy az ember azokat értékeli jobban. Tehát én is, ha most ide tenném azt a programkódot, amit írok, meg ide tenném egy versemet, hogy bárkinek azt mondanám válasszon, gyanítom, hogy a verset választaná. Tehát, hogy ez valahogy talán értékesebb. Liz Gilbert írónő mondta ezt nagyon jól, vagy nekem is nagyon tetszett, hogy mi a különbség a hobbi, a munka, a karrier és a hivatás között. Ugye hobbi, amit az ember így kettelésből csinál, mert mégsem vagyunk azért robotok, munka az, ami igazából elég, ha fizet. Nem biztos, hogy az ember szereti, ha megmérgezi az életedet, akkor válts, de elég, hogy megélj valamiből. Karrier az, amiben plusz energiát fektetsz, szabad időtből ráadozol, és így látod magad előtt a célt, de akkor a hivatásról mondj le. Tehát a kettő nem biztos, hogy működni fog. A hivatás az, ami egy ilyen belső láng, egy belső hang, ami minthogyha az univerzum hangja lenne, hogy te kaptál valami tehetséget, céllal születtél ide, ezt ismerd föl magadban, és eszerint cselekedj, eszerint teremts valamit ebbe a világba. És ez a hivatás, tehát amit belül én érzek, az egy ilyen hang, hogy neked írnod kell. Tehát ezt nem belém nevelték a szüleim, meg nem olvastam egy könyvbe, egyszerűen belül van, és minden egyes nap, ami úgy telik el, hogy nem írtam semmit, és mostanában a munka miatt sajnos elég sok ilyen nap van, azt kicsit kudarcnak élem meg. Viszont amikor sikerül írni valamit, az nagyon-nagyon, az felemel. Hoztál nekünk egy saját rövid verset, hogyha jól tudom. Ezt hallhatjuk? Igen, igen. Röviden annyit róla, hogy az ihletről szól. Az, ami egy pillanatra úgymond kinyílik egy másik világ, ahonnan a művészek kicsit így kilopkodnak dolgokat, és ebbe a világba átemelik. Legyen az egy vers, legyen az egy zenemű, legyen az egy festmény, és ezt a pillanatot próbáltam leírni versbe. Hát halljuk. Jól van. Abba a kamerába? Igen, igen. Ihlet. Mikor elmémbe hatolva megnyílik az égi csatorna, megszűnik minden körülöttem. A tűz ropogása, a vonat kattogása, a beszéd, a zaj, a nesz, mind szelíd némasággá lesz. És feltör egy hang a mélyből, szavakat súg, rémeket, az igazat, a lényeget. Megérint és összeköt, és egy kis időre megszűnik a köd. Az a bizonyos fátyol, mely mögül egy világ üzen, tisztán és szűzen.
s mesél nekem a valóságról, mely egyszerre van közel és távol. Az örök forrás, hova minden lélek epedve vágyik, mégsem lejük a halálos ágyig, pedig mindig ott volt, és most is ott van, mert gyönyörű és halhatatlan. És egy-egy áldott pillanatban felfedi a titkot előttem, amiért világra jöttem, és amit egykor lelkemre kötött, hogy csoda rejtőzik minden szó mögött. De mindezt csak egyszer teszi, s ha le nem írom, mind elveszi. Marosvölgyi Gergely, versmondó, költő, informatikus. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm a meghívást.